A mai videóban a 2006-os VB döntőt fogjuk újra játszani, méghozzá a FIFA 23-ban. Kérdezhetitek, hogy ez hogy lehet? Hát először is megvettem PC-re is a FIFA-t, aztán megvettem hozzá egy módot, amivel ez lehetséges. Hosszú órák szenvedése után végül sikerült beállítani mindent, és kiválasztottam a csapatokat. Egyébként több mint fele közületek úgy nézi a videóimat, hogy nincsen még feliratkozva, szóval ha tetszik, amit csinálok, dobjatok egy feliratkozást. Na de kezdődjön is a videó! 2006-os francia válogatott és a 2006-os olasz válogatott között, ezt nagyon sokszor elmondtam, de ezt még nagyon sokszor fogjátok hallani, tök jól néz ki minden, itt ahogy láthatjátok, Toni, Totti, és tényleg elképesztően jól néznek ki az arcok, tehát nem csak ilyen összedobált valami, hanem tényleg látszik az, hogy foglalkoztak vele. Ugyebár a valóságban az olasz válogatott megnyerte a VB-t akkor. Srácok, én mindent meg fogok tenni, hogy az olaszokat várjuk meg valahogy. Valamilyen úton, módon. Ne! De mit csinál Barthez? Hát kijön és nem fogja meg a labdát. Beleüt, és Totti berúgja. Nagyon szép labdaszerzés, illetve nagyon szép passz. Jó, ott van még! Ne, nem igaz, hogy megfogja Buffon. Hú, Maluda jöhet a szöglettel. Na hát itt most nekem nem magyarázál, hogy rúgjuk a szögletet. Tudja, hogy egy ilyen kis szögletet fogunk csinálni. Talán ez bejöhet. Jó, ott a lövés, kipattan, illetve hát lepattan. És az meg mellé megy. És az mehet tovább Ribery-nek. Ribery. Be kell adjuk, nagyon hosszú, és a túlsó, a hosszú sarkon még jött a játékosunk Maluda, de már nem tudtunk vele mit kezdeni. Szép! Micsoda játék! Ott van Henry, tiszta üresen, és belövi! Thierry Henry! Megszerezzük a döntetlent érő gólt, és így 1-1 az állás. Nagyon szépen kapta, és hát onnan, én nem tudom, szerintem nehéz lett volna kihagyni. Srácok, még ilyen helyzeteket jól lenne kialakítani, én minél több gólt szeretnék lőni. És Barthez zárja a szöget, Luca Toni nem tud gólt szerezni, de viszont jön Pirlo szöglete, ami kis szöglet lesz, több mint valószínű, annyira igyekszik a csapattársa, jól jön középre is, de ezt ki fogjuk tudni hozni. Henry, nagyon szépen lekészítjük, Ribery, de Ribery nem tudja átvenni normálisan. Kicsit hosszan tolta meg maga előtt, és így pedig sajnos ilyen helyzetbe keveredtünk. És Ribery-vel nem tudunk mit kezdeni a szélen egyelőre. Nem szabad kijönni középről, mert az előbb is úgy kaptuk a gólt, hogy elfutottunk a védővel. Olasz szöglettel folytatódik a meccs, 35. perc. Jól lenne valahogy onnan kifejelni. Üresen kapja majdnem az olasz játékos. És így egy kis terület előnnyel ki tudjuk hozni a labdát, tudom, egy picit lassú, lomha a mozgása, de semmi gond, mert meg tudjuk oldani így is. Megfordítjuk a játékot, tovább, és a Zidane-nak jó passz lehet, csak egy picit hosszú, Zidane! Jézusom, mekkora helyzet maradt ki. Hát így a fél idő vége fele, azt, hogyha belőttük volna, akkor nagyon menők lettük volna, de nem sikerült. És majdnem elveszítjük, nem, hogy majdnem, el is veszítjük a labdát. Az olasz válogatott, és bedobással jöhetnek. Szép kis labda kihozatal. Maluda kapja óriási terület előtte. Azzal viszont mehetünk, begyalogolhatunk a 16-oson belőre, és belelőjük Buffonba. El kell tekerni mellette, és nem megy be se, hát ez nem igaz. Ez nem igaz, esküszöm. Fú, srácok, jöhet a második félidő, és remélhetőleg nem ilyen helyzetek lesznek, hanem olyanok, amiket be tudunk végre már fejezni. Ribery. És az Henrynak egy nagyon szép labda. Nem tudunk elmenni ott a közép hátvéd mellett. Pedig valahogy azt terveztem, hogy ott valahogy elgurigázunk mellette. Nagyon szép labdaszerzés. Szép. Micsoda passz. Ribery. Kapufa. Jézusom, esküszöm, azt hittem, hogy mellé fogjuk lőni. Az nem les. És hogy megyünk? Úristen, hogy hagyjuk szabadon ennyire Tonit? Megint mit csinálunk, basszus, újabb lehetőség az olaszok előtt, Barthez. Fú, éppen hogy leér a rövid saroknál. Pirlo szöglete. Na nézzük Pirlót. Jön középre, ki tudjuk fejelni? Valahogy szedjük össze a labdát, hát.
Nem érünk oda egyetlen egy labdához sem. Legalábbis eddig. Nézzük a következő szögletet. Nagyon szép. Szóval valahogy onnan ki kellene hozzuk. Ez nagyon kókány labda volt Henrytól. Picit már fáradt szerintem, úgyhogy lassan szerintem bejön Trezegi helyére. És labdaszerzés, srácok, nagyon szép. Lekészítjük Zidánnak. Zidán. És a szép kis indítás. Gyere, Ribéry. Fussál. Fussál, hozzad a labdát. Át a túlsó szélre. Nem lesz belőle semmi, de legalább egy szöglet. Hát inkább így, mint hogy mellé lőjük. Del Piero fogja váltani Zambrottát. Hát ez egyértelmű, hogy ez egy támadó felfogás lesz, illetve támadó játék. Na nézzük. Jó jön középre. Ott a lehetőség, nem tudjuk rálőni. Belement. Négy védő volt ott körülöttünk. Hát úgy nehéz bárhogy is kapura lőni. Nagyon kitámadtak az olaszok. Nagyon kell vigyázunk a passzainkra, főleg a középpályán nem eladni a labdát. Mert nagyon-nagyon jó passzolgatnak. És szöglet. Szöglettel jönnek az olaszok, nézzük, hát az valószínűleg kis szöglet lesz. De Rossi jött Pirlo helyére. Jól jön középre a labda, de el ki tudjuk fejelni. Micsoda passz. Ori. Az egy kicsit rövid lett, de tudtunk ütközni Zidannal, így nem tudott olyan túl gyorsan folytatódni a támadás. És az is megvan. Maludánál a labda. Na nézzük, Zidán hát a középen tudna fejelni. Zidánnak nem tud jönni a fejes. És valószínű ez a támadás mennyi volt, de már kontratámadás olyannyira, hogy már a 16-os sarkánál van az olasz válogatott. Ajajaj, az nagy baj, az nagyon nagy baj. Isten, milyen szép védés. Nagyon jó. Még mindig nálunk a labda. Egy újabb indítás. Ott van Zidán, és belőjük az utolsó percben. Zinedine Zidánnal. Hát ő a VB döntőben lőtt gólt, de a VB döntő utolsó percében már nem volt a pályán, hiszen piros lapot kapott, de most itt újraírtuk a történelmet, srácok. Belőttük az utolsó percek egyikében, a hosszabbításban a gólt. Hát ez nagyon szép passz volt, és szerencsére az egyik védőt leráztuk magunkról, és meg sikerült szerezzük a második gólunkat Zidane lövéséből. És srácok, ennyi volt ez a meccs. 2-1-re nyertünk az olaszok ellen, ami egy elképesztő eredmény. Az utolsó pillanatok egyikében sikerült valahogy gólt szerezzünk, és így megvertük azt az olasz válogatottat, akik nyertek ugyebár a franciák ellen. És hát Zidane egyik antihősből lett egy hős ezen a meccsen. Remélem, srácok, hogy tetszett ez a fajta videó, mert azért eléggé sok munka volt vele. Szeretnétek ehhez hasonló videókat a csatornán, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és hát minél több lájk kerüljön erre a videóra. Ha tetszik, amit csinálok, akkor mindenképpen iratkozzatok fel. Legközelebb találkozunk. Én Hell voltam, és szevasztok!